Az elmúlt időszakban divatos lett egyes tartalomgyártókra vagy influencerekre azt a szót használni, hogy káros. Kicsit talán el is értéktelenedett ez a szó. Viszont ebben a videóban összegyűjtöttem három olyan esetet, amiben szerintem tényleg túlmentek egy bizonyos határon az influencerek vagy tartalomgyártók, és tényleg káros, amit előidéznek a fiatal és kiskorúak körében. Úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk bele. Nos, azt tisztázunk itt rögtön a legelején, hogy valószínűleg nem lesznek nagyon videó bevágások, de igyekszem megjelölni a forrásaimat, ugyanis a YouTube nem nagyon szereti, hogyha másoktól veszünk tartalmat, könnyen visszaélésre adhat okot egy-egy kritika esetén. Szóval, kezdjük az első tartalomgyártóval. Bizonyára ismerős lehet nektek, akik itt a YouTube-on tevékenykednek, Elek Robi munkássága. Tulajdonképpen ő egy olyan tartalomgyártó, akinek a fő tevékenység az ilyen ijesztő para videók. Mindenfélét bejátszott már, például az egyik kedvenc videóm tőle, amikor kimegy egy temetőbe és para történeteket olvas fel. Nyilván elképzelheted, hogy ezek mennyire para történetek, hogyha 12 vagy az alatt vagy korban, akkor valószínűleg nagyon félsz ezektől a dolgoktól. Ha te még félsz a sötét, vagy ilyesmi, akkor valószínű Elek Robi munkásságát kedvelni fogod, ha picit szeretnél borzongani és félni, akkor tetszeni fog neked. Nyilván gyerekeknek szólnak ezek a tartalmak, valljuk be őszintén, hiszen annyira azért nem parák az, hogy most egy temetőbe vagy. Szerintem legutóbb nekem gyerekként volt félelmetes, felnőtt fejjel nem igazán félek a temetőben éjszaka, gondolhatjátok. Nem is ez a lényeg. Több olyan momentum is van Elek Robi munkásságában, amikor a kisgyerek nézőit manipulálja, vagy esetleg olyan félelem alá helyezi, ami nem valós. Most például van egy olyan videója, ahol egy ilyen elátkozott babát rendelt az eBay-ről az egyik barátja, és ezt elküldte Elek Robinak. Nyilván gondolhatjuk, hogy mennyire valid egy ilyen eBay-es elátkozott baba, tehát mennyire lehet valóságos, és olyanok hangzanak el a videóban, hogy lehetséges, hogy ez az életembe fog kerülni. Olyan 5 perc környékén mondja, nem fogom bevágni, de nézzétek meg az eredeti videót, linkelem, hogyha szükséges. A kisgyerek nézőinek ilyet mond, hogy lehet, hogy meg fogok halni. Érted? Szóval, hogy te, mint kisgyerek, aki nagyon szereted Elek Robi videóit is nézed, és egyik kedvenc youtubered, és ilyet mond neked a kedvenc youtubered, hogy lehet, hogy ezután a videó után meg fog halni. Bazd meg, Elek Robi. Tehát, hogy... És nem is ez a durva része, hanem maguk a reakciók. Sok sikert a trauma leküzdéséhez. Sok sikert kívánok a baba együtt élésével, és ne essen semmi bajod. Sok sikert a trauma leküzdéséhez. Sok sikert a trauma legyőzéséhez. Hű, Robi, amikor megláttam ezt a videót, akkor is sokkolt nagyon. Sok sikert a túléléshez. Sok sikert a babával. Sok szerencsét a trauma leküzdéséhez. Nyugodj meg, Robi, az egész kamu kitartást. Jézus, sok sikert. Ne legyen semmi bajod, hogy tudja csinálni nekünk a sok tartalmas videódat. Szia, nagyon-nagyon vigyázz magadra, nagyon bátor vagy. És ehhez hasonló kommentek érkeznek a videói alá. De most nyilván, aki kicsit is érettebb, az levágja, hogy ez egy kamu történet, és egyébként az Elek Robi mentségére szóljon egy icipicit, hogy elmondja egyébként a videóba, hogy jaj, szerintem kamu, azért nyilván elég erősen rájátszik arra, hogy ez ne tűnjön kamunak. Viszont én úgy gondolom, hogy ő ezzel, hogy ő kimondja a videóba, hogy kamu, ő a lelki ismeretét helyre teszi, hiszen ő elmondta a videóban, hogy kamu, innentől kezdve, ha bárki elhiszi, az az ő hibája, és ami engem zavar, ami szerintem káros ebben a jelenségben, hogy konkrétan a nézői féltik az életét, az egészségét, aggódnak érte, és ez szerintem nem normális, hogy ilyeneket keltünk egy-egy rajongónkban. Szóval ott van például pozitív példának Paul Street, aki el is mondta egyébként, azt hiszem a múltkor valamelyik live-jában hallottam, de lehet, hogy normál videóban is már említette, hogy ő nem szereti a jumpscare-eket, és emiatt nem is rak a videóiba. Nála például, ha megnézek tőle egy videót, mondhatunk rá bármit, de ő inkább együtt borzong a nézőivel, mintsem félelmet akar bennük kelteni, szóval ez a különbség köztük, és szerintem ez nagyon káros, hogy fiatal, kiskorú gyerek nézőkbe azt a félelmet, aggódást keltünk magunk iránt, ami
abszolút nem valós. Szóval szerintem ez egy olyan dolog, aminek nem kéne itt jelen lennie a YouTube-on. Nem tudom egyébként, hogy bárki itt a nézők közül vesztette már el kedvenc színészét, zenészét, youtuberét, streamerét, de ez egy borzasztó érzés, és ha ezt így egy youtuber tudatosan adja beléd, akkor az borzasztó negatív és borzasztó erkölcstelen szerintem. És egyébként az Alec Robinál nem csak ez volt fellelhető, hanem konkrétan volt egy videója, amit azóta a fókuszcsoport Ádámnak hála letörölt, hiszen szponzoráció volt benne, de nem jelölte meg. És ugye Ádám jelentette ezt az illetékes szerveknél, erre válaszul letörölte Alec Robi a videót, szóval nem tudom ezt nektek így most bemutatni, de konkrétan abban pedig az volt, hogy az Alec Robi azt mondta a gyerek és kiskorú nézőinek, hogy ha nem kattintanak a szponzor linkre, akkor egy szörny fog megjelenni az ágyuk alatt, konkrétan megzsarolta a gyerekeket, hogy kattintsanak a linkre. Szóval hihetetlen, mindenki döntse el magába, hogy ez rendben van-e vagy sem. És jön a következő, ami annyira nem is borzasztó, szóval így megnyitottam a topikot egy ilyen Alec Robival, ami tényleg az egyik legdurvább. Kicsit lightibb témával megyünk tovább. Whisperton karambolozott az autójával. Vagyis hát konkrétan TikTokon feltöltöttem, hogy beletolatnak. Ami a legszörnyűbb az egészben, hogy ez egy trend, szóval ez egy külföldről lopta az ötletet. Nem, ezt tudtam, ez a paliberén fog tolatni. Ez a pali belém jött. És külföldön ugyanúgy ezt megcsinálták. A lényeg, hogy ott úgy csinál, mintha valami sztoriba lenne, és eljátsza, hogy beletolatnak, megvan a kamera shake is, és megijed. Konkrétan nem látszik egyébként semmi magán az autón, szóval megy tovább az autós. Ez egy real szituáció olyan szempontból, hogy konkrétan senkinek nem esik semmi baja, zajlik a forgalom, de ő ugye eljátsza, hogy történt valami baj. És itt is az egyik legnagyobb problémám a komment szekcióban látható, hiszen nagyon sok aggódó komment van. Bár pozitívum ez alatt a videó alatt, hogy ezért jönnek olyan emberek, akik beírják, hogy ez kamu. Például itt az első komment, senki nem látta az angol verziót. De ami durvább, hogy ott vannak alatta az aggódó valószínű fiatal nézők, akik azt írják, hogy jól vagy? Kérdőjel, what? Ez igaz? Kérünk storytime-ot, az komoly, sajnállak ton, úristen, jól vagy, és sírós fej, tényleg neked ment, kérdőjel, sajnálom, legyen storytime, Jézus, remélem, jól vagy. Szóval itt is egy oké, akarunk lájkokat, oké, akarunk megtekintéseket, meg mindent, de azért ne hitessük már el a követőinkkel, hogy most belénk tolatott valaki, mert ez szerintem megint csak olyan, mint amit az Alec Robi okozza nézőibe, szegény Whispertont elkezdik sajnálni, aggódnak érte, és ez szerintem nem egészséges dolog. És ugorjunk a harmadikra, Kartas versus az ismeretlen 4-es. Történt TikTokon, hogy random user, kb. 1000 TikTok követővel követett az utcán 4 influencert. Egynek elfelejtettem a nevét, annyira releváns számomra. A másik 3 neve rémlik, az egyik talán Hédinke, a másik K. Imi, a harmadik pedig B. Nagy Réka, ha jól tudom. Ők szerepeltek a videón, őket követte valami rejtélyes TikTok felhasználó. A Kartas nevű, egyébként tök jó arc csávó, mondanám, hogy közepesen ismert streamer, gameplay videós, stb. Egyébként nézzetek rá, hogyha még nem láttátok, szerintem rendkívül nézhető így a magyar YouTube-on. Szóval ő készített TikTokra egy videót, amiben felszólalt ez ellen a jelenség ellen, és elmondta, hogy szerintem miért full kamu az egész, ez a követős téma. És ugye nyilván validálták is rögtön a Kartast, ugyanis azon nyomban jelentgetni kezdték a TikTok videóját, és törlésre is került. Nyugi, nem én töröltem a videóm, és le se fizettek érte, csak elfelejtettem, hogy a TikTokon vagyok, és fel is lebbeztem. Na mindegy, el van. Szóval innen tudhatod egyébként, hogy TikTokon valakinek igaza van, hogy szana szét jelentgetik azok, akik félnek attól, hogy kiderül az igazság. Úgyhogy
én most így kezembe vettem a Kártász ügyét, és nagyjából azokat fogom elmondani, amiket ő is elmondott. Egyrészt van egy olyan rész az egyik követős videóban, ahol kb. Pár méteres távolságról videózzák a lányt, amint épp telefonál és veszekszik valakivel. A telefon nincs hívásban, szóval egy lezárt kijelzőt látunk, emellett pedig annyira közel van a kamerázó a lányhoz, hogy simán észre lehet venni. Illetve ami még arra enged következtetni, hogy full kamu az egész, hogy egy társaságról kerülnek ki ezek a követős videók, illetve egyikük sem reagál úgy, ahogy te reagálnál, ha felkerülne rólad egy videó, amin követnek az utcán konkrét. Szóval, hogy a K.I.B. nevezetű influencer barát odaírt 3 kérdőjelet ahhoz a videóhoz, amin kb. Pár méterről videózzák éjszaka, sötétben, az utcán. Érted? Szóval, hogy te így reagálnál? Te nagy nyugodtan úgy oda kommentelni 3 kérdőjelet. Nem. És a többi influencer se reagált valami meghökkentő módon, és nem úgy reagáltak, mintha tényleg valós lenne a videó. És itt is azzal van probléma, hogy oké, akarunk csinálni valami média hacket. Aláírom, ez egy tök jó dolog, hogy az ő lejtmenetben lévő karrierjüket szeretnék feljebb tornázni, és szeretnének egy kis hype-ot, de szerintem nem ez a legerkölcsösebb megoldás, ugyanis rengeteg rajongójuk, követőjük elkezdett aggódni, tegelgették őket az eredeti videó alatt, és elkezdték félteni a kedvenc videósukat. Szóval kérdem, hogy ez rendben van-e így. Mai divantos szófordulattal élve jól van ez így? Szerintem abszolút nem. Itt viszont meg kell szakítanom egy picit a videót, ugyanis eltelt 1-2 nap, és ez a követős dolog átalakult, és egy ilyen marketing kampány lett belőle, szóval itt láthatjátok mellettem, hogy mivé formálódott ez a sztori. Elvileg ezek a tartalomgyártók pont, hogy fel akarták hívni a figyelmet ezekre a típusú ilyen zaklatásokra, és ja, tulajdonképpen elintézték egy bocsánatkéréssel az egész dolgot, szóval de bocsi, hogy a frászt hoztuk mindenkire, bocsi, ez amúgy egy kampány volt, ez egy marketing kampány volt, és reklámozni szerettünk volna valamit. Oké, lehet, hogy a kampány célja tényleg jó, és tényleg hasznos, és tényleg példaértékű, de nem. Miért? Szóval kitalálta ezt ki? Nem tudod ezt elintézni egy bocsánatkéréssel. Ott aggódtak az emberek. És ez a videómban bemutatott összes tartalomgyártónál így volt. Ezt így fontosnak tartottam elmondani, hogy hova is futott ki ez a sztori így pár nap alatt, szóval, ja, ez csak egy ilyen kiegészítés. Térjünk vissza a videó eredeti lezárásához. Gondolom, ezt azok a tartalomgyártók, akikről szó van, valószínűleg nem fogják megnézni. Én túl kis hal vagyok itt a magyar YouTube-on ahhoz, hogy bármit is számítson, viszont néznek olyanok, akik szeretnének tartalmat gyártani, és néznek olyanok, akik csinálnak YouTube csatornát, TikTok profilt, szeretnének videósok lenni, szeretnének alkotni, szeretnének sok követőt, sok feliratkozót. Nekik tudom azt üzenni, hogy ez nem egy jó út, ez nem egy erkölcsös út, ez nem egy hosszú távon kifizetődő út. Pillanatnyilag lehet, hogy úgy tűnik, hogy kaptak egy kis hype-ot, hiszen én is róluk beszélek, sok aggódó kommentet kapnak, sok üzenetet kapnak, amikben aggódnak a rajongói követőik, viszont hosszú távon biztos, hogy ez nem egy jó út. Szerintem nagyon rossz hatással van a fiatalkorú és kiskorú nézőkre, hiszen gondold el, ők most aggódnak. Ők most féltik a kedvenc youtuberüket, a kedvenc tartalomgyártójukat. Aggódnak Viszperton kocsiáért. Aggódnak azon, hogy Elek Robinak lesz valami baja az elátkozott babától. Aggódnak azon, hogy a B. Nagy Rékát vagy a Hédinkét követik az utcán. És ez nem jó. Szóval, hogyha szánt szándékkal ilyen érzéseket keltünk azokban az emberekben, akik szeretnek minket, szerintem az nem egy jó dolog. De mindenki döntse el maga, hogy ez mennyire etikus, mennyire nem káros vagy káros. Én így ennyivel tudtam szolgálni. Szabó Viktor vagyok, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb egy valószínű nem ilyen borús hangulatú videóban, hanem egy sokkal vidámabb, sokkal hasznosabb és sokkal jobb videóban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. A véleményed pedig mindenképpen dobd a komment szekcióba, hiszen nagyon érdekel, hogy ki mit gondol erről a jelenségről, hiszen ez már így többször megtörtént. Valószínű külföldön nagyobban tolják, valószínű külföldön sokkal durvábban tolják. Én viszont nem szeretném, hogy ez itt Magyarországon gyökeret verjen, és hasonló tartalmakat nyomjanak az emberek. Ja, nem hiszem, hogy ez egy jó irány tartalomgyártóként. Ciao.